Mórahalom alig 20 kilométerre esik Szegedtől, a kontraszt mégis szembeötlő. Amíg a 160 ezer lakosú csongrádi nagyváros neve méltatlanul kifakult a magyar futballtérképen és csapatai súlyos pályahiánnyal küzdenek, a 6 ezer lelkes közeli településen az elmúlt években valóságos futballparadicsom épül. Kíváncsiak vagyunk az MB3-as csapat pénzügyi hátterére. Mennyivel jelent nagyobb anyagi ráfordítást az MB3-ban üzemeltetni, fenntartani a csapatot, mint a Megye 1-ben? Drága lett a Megye 1 is. Tehát úgy gondolom, hogyha, és milyen klub vagyunk, hogy eléggé meghúzzuk a nadrágszíjat. Azt lehet mondani, az MB3-as klubok egyik azok közé tartozók, akik a legkevesebb anyag vagy pénzből gazdálkodnak. Annyival kerül többe, nem megkerülve a kérdést, körülbelül amennyi támogatást kapunk a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Tehát ugye minden MB3-as csapat 30 millió forintot kap, amely szigorú elszámolás volt, tehát szigorúan el kell számolnunk vele. Körülbelül ennyiben jelent plusz kiadást az MB3. Természetesen vannak kisebb szponzorok, még hozzátesznek, de jelentőségében a megjegyben körülbelül ennyivel több, mint amit kapunk támogatásként, és azt nyilván rá is kell fordítani az egész MB3-as működtetésre. Mekkora volt a csapat költségvetése a megyei első osztályban? Mi 16-17 millió forint közül gazdálkodtunk, tehát ott sem szálltunk el. A támogatókkal együtt a 20 millió forintot nem ért el a büdzsénk. Most idén ez 47 millió forint körül van. Tehát összességében az a plusz támogatás, amit kapunk, azzal lett több. Hogyan jön össze ez a költségvetés, milyen tételekből? A költségvetésünk, mi 11 csapatot működtetünk. A 11 csapatnak a működtetése az már eleve nagyon sok pénzt felemészt, hiszen ezek közül 5 csapatunknak kötelező az utánpótlás, kiemelt utánpótlás bajnokságban játszani, és itt nyilván azok a távolságok, amely a megyeiben megszokottak voltak, azok duplájára, akár tippájára emelkedtek. Tehát itt egyfajta ilyen jellegű kiadások azok, amelyek nagyon-nagyon megnövelik a klubnak a büdzséjét, költségvetését, illetve nyilván 11, sőt a felnőtt csapatban lehetve 13 edzőt kell alkalmaznunk, ami nyilván eddig a Megye 1-ben nem volt kötelező, pontosabban jóval kevesebb edzőt kellett alkalmaznunk, tehát ez a 4-5 fő is megnyomta rendesen. Hogyan épült fel ez a sportkomplexum, amelynek az egyik irodájában ülünk most? Ez a sportkomplexum, úgy gondolom, hogy a megyében, lehet, hogy a régióban is egyedülálló, hiszen 3 nagy méretű labdarúgó pálya van egymás mellett, ami sajnos 20 km-re tőlünk Szegeden nem valósult meg, de azért szurkolunk nekik is, hogy sikerüljön. Ez több ütemben valósult meg ez a beruházás. Legelső ütemben egy műfüves pályát adtunk át, ezt követte az öltöző komplexum építése, és egy kicsit furcsa volt, mert a lelátó a műfüves pályával háttal került megépítésre, akkor nyilván a lakosok úgy gondoltak, hogy itt valami óriási probléma lehet, mert ennyire buták nem lehetünk, hogy a műfüves pályánkkal háttal építjük a lelátót. Hát ők még nem tudták, hogy a center pálya fogod a következő ütemben elkészülni. És miután megvolt a két pályánk, ezt követően került sor a harmadik, mi edzőpályának hívjuk, de egyébként centerpálya minőségű harmadik labdarúgó pályának az átadására. A sportkomplexum felépítése eddig mennyi pénzbe került? Ugye szakasz szóval ez körülbelül egy 7-800 millió forintnál tartunk jelen pillanatban, de a milliárdot meg fogja haladni, hogyha ezek el fognak készülni és mivel fog kerülni. Természetesen a sportcsarnok az külön van tőlünk, de azért szoktam megvenni az egészet, mert ugyanúgy az itt sportolgyerek is tudják használni, de ez közel milliárdos beruházás. Mik a hosszú távú célok? A hosszú távú célok az elsősorban az utánpótlásunk megerősítését fogja célozni, mert független attól, hogy ilyen gyönyörű szép sportlétesítményeink vannak, a gyerek szám az kevés a településen is, a városunkban is, ezért a legfontosabb az, hogy egy meghatározó utánpótlás bázist tudjunk kiépíteni,
itt a homok hátságon, ebbe a kis térségben megfelelő szerepet töltsünk be, vagy meghatározó szerepet töltsünk be. Mennyire támaszkodik a helyiekre a felnőtt csapat? A megye egyes bajnokságban még jóval több móra, ami kötődésű labdarúgunk volt, most ez sajnos ez kevés. 2-3 fő, aki morami kötődésű itt dolgozik, vagy itt lakik. Szeretnék saját nevelésű játékosokat is büszkélkedni. Most egyelőre ez még nem sikerül. De én úgy gondolom, hogy aki már 4-5 éve itt él nálunk, azt mi már befogadtuk és morahamra érezzük. Függetlenül attól nyilván kérdést érzem. Tehát azért mondtam, az utánpótlást kell fókuszban helyeznünk, mert a cél az, hogy 3-4-5 éven belül minél több fiatal játékos kerüljön fel az ifi csapatból, és próbálja meg az NB3-as bajnokságot. Óriási a különbség természetesen, mi ezt tudjuk, de most is 2-3 játékost fölhozunk a felnőttek közé, hogy szokják ezt a légkört, és az edzéseken olyan játékosoktól tudnak tanulni, akiknek több száz, akár talán pontosan 200 NB2-es mérkőzés is van a lábában. A játékosok premizálásával kapcsolatban milyen változásokat hozott az NB3? Az NB3 ugyanúgy, mint a megye egyes bajnokság, amatőr bajnokság, tehát kimondottan a sportolásért anyagilag nem támogatható. Nyilvánvaló, hogy azt, hogy egy-egy támogató esetleg földön egy összeget egy meccsen nem tudunk, sőt örülünk neki. A saját pénzéből ezt megpróbálja kiosztani, de mi úgy azt valljuk, hogy nagyon-nagyon kicsi költségvetésből minden költségtérítést fizetve játsznak nálunk a játékosok, úgyhogy nyilván vannak olyan klubok, akik jóval többet meg tudnak engedni maguknak. Mi ezt nem. Az eredmények után kapnak pénzt a játékosok, győzelmi vagy pont prémium van esetleg? Nem, költségtérítést kapnak, tehát mi fizetjük az összes kiadásaikat, amik vannak, nincsen nálunk ilyen jellegű premizálás, sem pontpénz. Én ezt, amióta elnök vagyok, 3 éve ezt nem tartom, sőt, azt is vallom, hogy bárki, aki el akar menni tőlünk, azt elengedjük. Tehát annak idén, amikor volt még amatőr szerződés, hogyha vissza lehet emlékezni, talán ez még 2 éven élt, mi nem kötöttünk amatőr szerződést senkivel, pontosan azért, mert elengedtük volna akár a szerződésre, akár nem tőlünk. Mert úgy gondoljuk, hogy ha valaki nem tudja megbecsülni, hogy ilyen körülmények között játszik, annak nincs helye. A másik, amiben hiszek, az pedig a közösségnek az ereje. Tehát, hogyha akár a felnőtt csapatról van szó, akár az utánpótlás edzőink, mindenkinek egyfele kell húzni a hajón a evező lapától. Mennyire jellemző ez a helyzet a bajnokságban, ami nálatok van a premizálást illetően? Én nem kívánok más klubokkal foglalkozni. Nyilván hall az ember nagyon hajmenesztő dolgokat, és én gondolom, hogy nekünk nem ez a feladatunk, hogy mi ezekkel versenyezzünk. Nekünk az a feladatunk, hogy a mi lehetőségeinkhez mérten próbáljuk meg fölépíteni, amit elkezdtünk az elmúlt években. Én úgy gondolom, hogy a mostani játékos keretünk erre abszolút alkalmas. Mi szeretnénk őket együtt is tartani, pont azért, mert mi hiszünk bennük. De nyilván egy 3-4 játékosnak tudom, hogy olyan ajánlata van, amit nem fog kihagyni. Tehát valószínű, hogy el fog menni. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Mi még egyszer azon dolgozunk, hogy mindenkit itt tudunk tartani. Milyen bevételekkel számolhat az egyesület, honnan vannak pénzek? Ez azért nyilván van egy jegybevételünk, ami 200 néző van az egyesületi tagok, azok nyilván ingyen jöhetnek be. Ez nem olyan nagyságrendű, ami igazán nagy a később a klubnak. Van egy-két támogató, ami szintén nem azt mondom, hogy mi minden forintot köszönünk, de a legnagyobb támogatónk azért az önkormányzat, mert egyrészt ingyen biztosítja ezt a létesítményt a pályakarbantartással együtt. Ami, aki egy kicsit benne van a sportban, azt tudja, hogy több millió forint egy pályának az éves karbantartása és megfelelő karbantartása. Ezeket a pályákat mi teljesen ingyen karbantartják, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk, mert gyakorlatilag az egyesület alá van tolva egy olyan infrastruktúra, ami még szakszerűen gondozva is van.
és azt gondolom, hogy ez a mai világban nagyon megköszönendő. A szegedieknek nem csípi a szemét, hogy itt van Mórahalmon egy virágzó klub? Én nem hiszem, hogy az csípi a szemüket, hogy itt van, inkább az bánt őket, hogy ott nincs. Tehát ez egy, hozzáteszem, az MB2-es Szeon nem egyszer itt edzett nálunk, a Szeged 2011 itt játszott mérkőzéseit nálunk, tehát mi a kapunk itt van a szegediek előtt is. Pokányi. Kellene egy beadás, ott érkezik Patarcsics, megadja a kegyelem döfést a vendégcsapatnak Bokányi beadásából. Patarcsics Krisztián megszerzi első gólját ebben a szezonban. 79. perc, 6-2 az állás.